Kedves nézőink, 130 gőzgép és erőgép látható a Közlekedési Múzeum legújabb kiállításán vagy bemutatóján. Mi is lesz ez pontosan? Kérdezem én ezt Domonkos Csabát, a Közlekedési Múzeumnak a munkatársát. Nem a Közlekedési Múzeumban lesz, és üdvözlöm én is a nézőket, hanem a 11. kerületben, tehát egy picit tovább kell menni mondjuk az egyes villamossal. A 11. kerületben a Lágymányosi, vagy most már Rákóczi híd, Budai híd főjénél van a Mobileum, Műszaki Tanulmánytár és Mobileum nevű egységünk, ahol, amelynek a Mobileumában van 130 gőz és erőgép. Ezt a Mobileumot úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen látogatható múzeumi raktárt. Végül is az. Töménytelen mennyiségű berendezés, eszköz a háztartási gépektől a számítógépeken át a hatalmas gőzgépekig látogathatóvá van téve, viszont olyan mennyiségű a tárgya, hogy gyakorlatilag nincsen ugye kiállításba katalogizálva rendezve, ezt vagy csoportosan lehet megtekinteni, tehát hogy bejelentkezik egy csoport, és akkor szakvezetéssel tényleg, hogy úgy lehet, hogy a egymásra halmozott tévék, persze megfelelő polcrendszerben között eligazodni, vagy az egymás mellé rakott gőzgépeken úgy meg lehet ismerni, hogy milyen formában alakultak ki a legegyszerűbb, még elég kezdetleges gőzgépektől a végül már nagyon hatékony, nagyon modern gőzgépek. Vagy a másik mód, ahogy ezt meg szoktuk mutatni a látogatóinknak, tematikus családi nyílt napokkal, ilyen lesz most szombaton, ahol most a gőzgépek és az erőgépek kerülnek a középpontba, a tanulmánytárnak a Mobileum részén, és azért hívjuk ezt Mobileumnak, mert itt olyan berendezések vannak, amik valamilyen szinten mozognak, vagy maguktól tudnak mozogni, vagy valamilyen szinten ők maguk mozognak. Mondjuk, ami itt van az asztalon, sokáig ott volt látható ez a gyönyörű nagy, hát ez valóságban egy 3 méter hosszú gőzlokomobil, ez például nem lesz ott, mert ez most például a Közlekedési Múzeumban van, de ennek a kis testvére, és számos más motor, gőzmotor, villanymotor, belsőégési motor, hát villanymotor talán kevésbé, belsőégési motor, de még gázturbina is ott látható egyben. Tehát a legkezdetlegesebb, legkorábbi gőzgépektől a legmodernebb sugárhajtó művekig végig lehet tekinteni azt, hogy milyen formában jelent meg az emberiség történetében az, hogy valamit mozgat, valamilyen gép mozgást állít elő, ugye a gőzgép, a belső égési motor, a gázturbina, és így tovább, és így tovább. Ezen a rendezvényen csak végig lehet nézni őket, vagy lesznek hozzá kapcsolatban esetleg valamilyen előadás, bemutató? Nem, óránként lesznek tárlatvezetések, lesznek előadások, különböző programok. Ez egy végigkövetett családi nap, tehát aki oda eljön, az reggeltől délutánig kaphat mindenféle izgalmas programot gyerekeknek, felnőtteknek, idősebbeknek, fiatalabbaknak, és hát természetesen nem csak a Mobileumot nézheti meg, hanem megnézheti a többi kiállítóhelyet is, vagy a kiállítás, vagy a raktár, múzeumi raktár, látogatható raktár, tanulmánytár többi termét is. Mindezek mellett az előadó teremben lesznek előadások, mindenféle téma, tehát kapcsolódó témakörben, meg kicsit más témakörben, de hát leginkább ugye a gőzgépek működésének területéről. Említette, hogy családi nap. A gőzgépek, én mindig úgy gondoltam, hogy elsősorban a fiúkat, az apukákat érdekelheti, hogyan fogják meg a család többi részét. Az érdekes kérdés, mikor általában ezzel a géppel szembesültünk, hogy egészen máshogy reagálnak a fiúk, férfiak, vagy a lányok, hölgyek arra, amikor meglátnak egy ilyen gépet, ugye a műszaki vénájú férfiak, de a kisfiúk is elkezdik nézni, hű, ez itt mozog, ott mozog, aki tudja, hogy hogy működik, az elkezdi magyarázni a fiának, hogy tudod, kisfiam, ide rakták a tűz, itt volt a tűz, itt volt a víz, és akkor ez így mozgott, és ezt erre használták. A hölgyek általában, meg hát általában a lánygyerekek, hű, de szépek. És ugye inkább az esztétikai oldalról nézik, hogy ezek milyen míves munkák, tehát mennyire
kidolgozott szerkezetek, ezeknél a szerkezet látszik. Tehát általában egy gőzgépnél a szerkezet sokkal jobban látszik, mint ma fölnyitunk egy motorházhetőt, egy autóban látunk egy műanyaglapot, és még néhány műanyagdobozt, és az a motor. Uh-huh. Mit csinál? Motor. De ezek a gépeknél még látszik az, hogy megy az erő, hol születik a mozgás. Tehát sokkal emberközelibbek valahol ezek a gépek, miközben valahol félelmetesek, hiszen ezek masinák, amihez masinista kell. Tehát ez nem olyan, hogy beülünk az autóba, elfordítjuk a kulcsot, és gyakorlatilag nulla műszaki tudás nélkül átautózhatjuk a világot, mert általában nem megy tönkre, de ha tönkre megy, akkor egy műanyag kártyáról felhívunk egy számot, kijön a szakember, a masinista vagy a szerelő, és ez megcsinálja. Tehát ezek a gépek még masinák, ehhez kellett a masinista, aki ezeket működteti. Masinisztáról volt szó. Legtöbben talán a gőzgépekre gondolunk, tényleg a gőzmozdony jut eszünkbe. Ma már ők igazából kiszorította őket a dízel és a villanyvonatok. A gőzgépek a mai korban hol vannak tulajdonképpen? Mennyire használjuk, mert hogy szerintem nagyon kevesen tudják, hogy a mai világban is ott vannak még a gőzgépek. Hát a gőzgépek, ha nem is mint úgy, de a gőz a mai napig mindenütt egy használt eszköz. Tehát mondok egy példát. A repülőgép anyahajó. Uh-huh. Egész ugye az hiába van mondjuk egy atommeghajtású repülőgép anyahajó, a repülőgépeket gőz katapulttal lövik ki. Az atomerőműben is az atomreaktor felforralja ugye a vizet, és a forró gőz, ugye nem ugyanaz, mert az a sugárzó, de egy másik forró gőz megy a turbinára, és úgy termeli az áramot. Tehát a gőz hihetetlen módon jelen van a mai életünkben is rengeteg képen, tehát az áramtermeléstől a legcsúcs technológiájáig a gőznek a szerepe az meghatározó. Az már egy más kérdés, hogy ezt a gőzt mi állítja elő, fával, olajjal, szénnel, vagy akár atomenergiával állítják elő azt a hőt, amivel a víz fölforr és gőz lesz belőle. A lényeg az, hogy a gőznek a gőzben rejlő energiát fogják munkára ezek a gépek, de a modern gépek is, és ebből nyernek energiát, ami lehet energia, mondjuk egy áram, vagy mondjuk egy mozgatás, mondjuk egy a gőzkatapultnál, amikor kilövik a repülőt, vagy valamilyen más módon. Tehát rengeteg ilyen helyen használjuk a mai napig is a gőzt, és használtuk nagyon korábban is. A kuktában is kvázi azt használjuk, hiszen kuktában is túl melegítjük az ételt. Aki többet szeretne megtudni a gőzgépekről, ezekről az erőgépekről, az hova menjen akkor, mikor, és mi a módja annak, hogy bejusson erre a családi napra? Május 26-án reggel 10-től délután 4-ig mindenkit várunk a 11. kerületben, tehát a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Priele Kornélia utca 10 szám alatt, és semmilyen előzetes regisztráció most szombaton nem kell, mindenkit szeretettel várunk. Ha nem május 26-án, hanem egyébként szeretnék ezt a mobileumot meglátogatni valakik, akkor az viszont előre be kell jelentkezni, és az előzetesen csak csoportok számára látogatható. Általában csoportok számára, a következő családi napunk az június 9-e, ahol az informatika történetében lehet majd elmerülni. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és kedves nézőink, akkor május 26-án sok szeretettel várják Önöket a Közlekedési Múzeumnak a Mobileum nevezető kiállítóterében.